Hello, sziasztok, Baron Ladaros vagyok, és ebben a videóban a Badass Hero nevezeti játékot fogjuk megnézni. Ahogy láthatjátok, ez még csak Early Access, szóval még nem teljesen van kész. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amik még nincsenek beleimplantálva a játékba, azaz mondjuk hiányoznak tárgynevek, vagy tárgy ikonok, hasonlók. A main menü az így néz ki, tehát összesen van 6 darab opciónk: Play, Options, Controls, Leaderboards, Credits és Quit. Hát nyilván teljesen jól customizálható ez is, ez a része is a dolgoknak, ez a része is, tehát szépen be lehet állítani a dolgokat a controls-ba, ugye mindegyik dolgot be lehet állítani, amire szükségünk lehet, a dash-től kezdve a reloadig, az ugrásig, mindent, tehát szépen meg van csinálva a játék, ugye nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de Unity Engine hajtja, tehát szép lesz a játéknak a grafikája, meglehetősen nehéz, én 5-6 órát már beleöltem, ezáltal mondható, hogy már viszonylag nagy szintű vagyok, ilyen 30-40-es szint környékén járok. Ugye van egy talent rendszer is, tehát a játékban van talent rendszer, ezt majd megmutatom a játék során. Szóval a play gombra kattintva elkezdődik a játék, ez egy roguelike játék, szóval ha meghaltok, előről kell kezdeni, de ugye a talent rendszerek és a loadoutok meg hasonlók megmarad. Change difficulty, itt van most normál és easy van. Most menjünk easy-n, igazából az az alap. Azt hiszem. Láthatjátok, ilyen képregényes az egész megoldás, tök jól néz ki, ilyen a játék. VASD-vel mozogtok, az S lenyomásával, hogyha ugrotok, levegőben vagytok, akkor így ledessel, ez sebez, a középső, a görgő lenyomásával tudtok milliátekelni, kétszer tudtok ugrani, bal klik lenyomásával lőni, erre reloadolni, és jobb klikkel dashelni, nagyjából erre lesz szükség, illetőleg természetesen C, ment a lefelé gomb lenyomásával tudtok még legugolni. Ahogy láthatjátok, ilyen fekete pontok esnek ki a mobokból. Ezek alapvetően, annyit kell erről tudni, hogy ez egyben a pénzetek és az XP-tek is. Láthatok ilyen kis cuccokat, ezt F gomb lenyomásával felvehetitek. Ezek különböző tárgyak, sisakok, testpáncélok, cipők, plusz spellek, vagy gránát upgrade-ek, vagy ugye fegyverzet, mint ebben az esetben. Itt láthatjátok a sebzé, DPS-t, mennyit sebez egy darab lövedék, mennyi az újratöltési idő, mennyi lőszer fér bele, és milyen speciális effekttel bír. Ugye ez egy jobb fegyver, ez egy erős gépfegyver, tehát szépen le tudja aratni. Ennek a speciális képessége az, hogy felrobbantja az ellenfeleket, abban az esetben, hogyha megölöd őket. A mobok mindig ugyanolyanok, viszont a mappok random generáltak. Ugye több szint van, és bossok is vannak, azok is random, hogy milyen fajta boss, tehát nem mindig ugyanaz. Bal fölül láthatjátok a HP sávot, jobb fölül az, hogy éppen mennyi pénzünk van. Ugye most pontosabban XP per pénz, 974, de ez hamar meg fog változni. Q-val dobtok gránátot, ami meglehetősen nagyot sebez, és ezt ugye AOE-ban teszed nyilván. És az E-vel tudjátok lenyomni a speckó képességeteket. Ami ugye mindig változik, ahhoz mérten, hogy mit vesztek föl. Alapvetően egy ugrálgatós, roguelike, RPG-szerű játékról beszélünk. Hát amennyire szerepjátéknak minősül lesz. Tab lenyomásával láthatjátok a mappot, ami elég egyszerű és könnyen értelmezhető. Ugye a szürke terület nincsen felfedezve, a többi meg igen. A nyilak jelzik azt, hogy arra lehet menni. Ugye dash-elve könnyebben haladunk, a mobok megmaradnak, tehát hogyha végigmész egy szobán és ott hagysz egyet és később visszajössz, akkor az ugyanott marad. Ugye itt Life Drain Grenade, ez kevesebbet sebez, ugyanakkor HP-t tölt nekünk vissza. Ugye alapvetően ilyen ügyesség is a játék, szóval azért figyelni kell, hogy ne akadjunk bele a csapdákba. Ugye nem ennyi HP-val kezdetek és nem ennyi upgrade-del, tehát én nekem már azért ez egy erősített karakter, így azért nekem egy kicsit könnyebb, de a játék alapvetően nagyon szépen néz ki szerintem, szóval ezt érdemes számításba venni, hogyha valaki szereti az ilyesmiket, ez nekünk nem kell. Igen, két dolgot tudunk csinálni egy tárgyal, vagy felvenni, vagy ha nem kell, akkor abszorbálhatjuk, akkor viszont kapunk XP-t, vagy pénzt, ahogy jobban tetszik, igazából a kettő jelen esetben ugyanaz. Itt láthatjátok, hogy itt be is fejeztük az erre való utunkat, és most lefelé fogunk igyekezni. A pénz és minden más ott marad, de egy idő után eltűnik egyébként a pénz, hogyha ugyanazon a mappon vagytok. Szóval érdemes ezt felveszegetni, főleg, hogy eléggé fontos dolog, tehát ugye ezzel tudtok majd fejlődni. Illetőleg vannak ilyen shopok is,
amit így egyes ránok alatt igénybe tudtok venni. Itt láthatjátok, hogy van egy ilyen, ez befejezi újra a játékot, megmutatja, hogy hány portált, meg, tehát a statisztika az ott van, későbbiekben is lesz statisztika, tehát ilyen összesített cucc. Itt vannak olyan mobok, amik meglehetősen erősek, azért tegyük hozzá. De alapvetően a játék ilyen szinten már nem annyira nehéz, mert most már eléggé upgrade-elve vagyok, vagy ilyen kis sebzéseket kapok csak be. De az eleje meglehetősen nehéz tud lenni, hogyha éppen akkor kezdél az ember, illetve a bosszok érdekesek. Tehát megvan a saját mechanikájuk, nyilván, hogyha megtudod, hogy milyen mechanikával rendelkeznek, akkor azért ki lehet őket játszani. Szóval nem lehetetlen, de amíg megtudod a mechanikát, addig nehéz. Ott láthattok egy shopot, ezt egyébként sikerült megtalálni, mert így meg tudom mutatni, hogy miről is beszéltem. Itt a shop, látjátok, ez például pont olyan dolog, aminek még nincsen nagyon ikonja, de nincs olyan szépen kidolgozva. Itt egy fegyver. Hát, nekünk ez igazából nem nagyon kell, ahogy látom. Ez egy Rocket Launcher, nem szeretjük a Rocket Launcher-öket egyébként, a játékban annyira nem jó. A gépfegyver viszont nagyon jó, azokat tényleg érdemes. A Snipert is szeressük, mert az meg átmegy az ellenfeleket, így egyszerre akár többet is tudtok sebezni. A játékban rettentően sok csapda van, szóval erre oda kell figyelni, hogyha játszik az ember, mert sok csapda van, és sok ilyen előtűnő lény, amit alapból nem láttok. Szóval ezekre érdemes odafigyelni, mert ebbe bele lehet könnyedén halni. Az ember nem fordít elég figyelmet ezekre a dolgokra. Illetőleg vannak elég sokféle napban, és nem fogom mindegyiket felsorolni, meg ugye nyilván nem fogjuk mindegyiket észrevenni, de szóval elég sokféle van. Nagyon kiemelném azt a játék pozitívumaként, hogy nagyon szép. Mert tényleg az ilyen játékokhoz képest szerintem nagyon szép. Az ára nem is tudom mennyi volt, de nem túlzottan drága. Látjátok, itt is work in progress, hogy még vannak dolgok, amik nincsenek kidolgozva a játékban. Ez annyira nem nagy probléma, tehát nyilván ezek a későbbiekben fixálva lesznek. Menjünk tovább szerintem. Aztán lassan meghalok. Merre tudunk tovább venni? Felé. Aztán lassan halljunk meg. És akkor megmutatom, hogy miről is beszéltem a talent rendszer gyanánt. Csak még annyit, hogy itt ugye fölfelé kéne igyekeznünk. Láthatjátok, most 2600 ilyen pénzünk per XP-nk van, hát attól függ, hogy nézzük. De mind a kettő ként funkcionál. Ugye a közarci sebzés az sokat sebez, viszont meglehetősen nehéz kivitelezni, most megmutatom, hogy párszor. Hát így eléggé könnyedén ki lehet azért ölni az embereket. Na, itt van például egy sisak, és meg is változik a vizualitásunk. Tehát nem csak arról van szó itt, hogy lecseréli, és akkor úgy mutatja, mintha, hanem ténylegesen lecseréli, és vizualitásában is megváltozik a karakter, ami egy plusz pozitívum. Tehát a játék vizualitása engem nagyon-nagyon meggyőzött, ami még tetszik maga a játékmenet, nagyon élvezetes. Itt egy sniper, ezt is bemutatom. Ugye ez egy kétlövetű sniper, viszont pattog a lövedéke, ahogy láthatjátok, és átmegy az ellenfeleken. A másik, ami még nagyon jó fegyver, és ezt érdemes kipróbálnotok, a puska. Ez 84-et sem, ez simán megéri nekünk. A gránát, sokféle gránát van, rettentően sokféle, és a fegyverek is randomak, az mérte, hogy milyen effekteket kap. Ez majdnem MLG Pro volt. Szóval láthatjátok, hogy nagyon szép és jó a játék, tehát hogy ezt abszolút tudom ajánlani mindenkinek. Most itt gyorsan meghalok. Valahogy úgy kéne, hogy... Nem tudom, ezek meg tudnak ölni elég gyorsan. Hát nem valami gyorsan tudnak megölni, azt kell, hogy mondjam. És ebbe ugrálnék bele. Hát ez azért sem volt jó. Jó, most itt gyorsan megöletjük magunkat, láthatjátok, itt ez ugye nekem úgymond low level, szóval itt elég nehezen tudunk meghalni csak. Itt még gyorsan ezt összeszedem. Meghalunk, leesünk a mapról. És itt van, 31-es szintűek vagyunk, egy skill pontunk van. Itt van, hány ellenfelet öltünk meg, vagy öltetek meg, mennyi a max combo, mennyi a damage per second, és hogy mi ölt meg. És ennyi. Itt van, és ez a lényeg, a talent rendszer.
Láthatjátok, eléggé szép, itt is van egy kis talent rendszer, itt is van, tehát fel, lehet fejleszteni. Be lehet állítani a kinézeteteket, tehát lehet változtatni a fejtől kezdve a, hogy milyen hangotok legyen, női vagy férfi. A női. Ja, itt lehet, hogy csak, igen, ez még csak később rakják bele. Jó, akkor egyelőre csak férfire érhető. Igen, itt vannak a loadoutok, hogy milyen fegyveretek van. Itt is van egy work in progress, ez még nem tudom mi. Gondolom át lehet majd állítani a dolgokat. És itt vannak a statok. Tehát, hogy összesen 1006 mobot öltem meg. Összesen 22.803 ilyen, hát inket, tehát ilyen, hogy hívják azt? Nem jut eszembe magyarul a neve, de mindegy, a lényeg az, hogy inket gyűjtöttünk össze. Ugye ez az XP és a currency is, tehát a pénzként is funkcionál. És tinta, igen. Max combo, mennyi a, hányszor haltunk meg, tehát mindent lehet látni itt. És így néz ki alapból a játék. Ez csak egy gyors bekukkantás volt, hogy miről is van szó a Badass Hero esetében. De ha szeretnétek több ilyet látni, esetleg pár ilyen rant, ahol jobban elmagyarázom, hogy miről van szó, vagy bármit hasonlót szeretnétek a játékkal kapcsolatban látni, komment formájában lent megtehetitek, jelezzétek, és akkor ehhez mértem majd csinálok több videót, hogyha erre van igényetek. Illetőleg a leírásban megtalálhatjátok majd a Steam URL-t, a linket a Steamhez, ahol majd meglátjátok, hogy mennyibe kerül a Badass Hero, tehát tudjátok olvasni az alap dolgokat vele kapcsolatban, hogy mennyi achieve van, meg ilyenek, tehát mindent megtudhatok róla, amit csak szeretnétek. Én Baron Gáldarosz voltam, remélem nagyon tetszett a videó, és én köszönöm szépen, hogy megnéztetek. És hát akkor találkozunk vagy a következő ilyenben, vagy a következő videóban. Sziasztok!